Köszöntöm a kedves nézőket! A mai esti mérleg adásában egy olyan hölgyel ismerkedünk meg, aki több mint két évtizede segíti a nehéz helyzetbe került fehérváriak életét. A szociális munka napjának ünnepe alkalmából szerdán átadták a Pro Caritate díjat. Ezt a díjat olyan személynek ítélik oda, aki a gyermekvédelem területén a fogyatékos és megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjában, vagy az esélyegyenlőség megteremtése érdekében tevékenykedik. Ez a mostani esemény, ez meghatározó az én számomra. Nem csak azért, mert szerintem minden fehérvári, vagy legalábbis nagyon-nagyon sok fehérvári érzés pontosan tudja, hogy milyen fontos egy város életében az intézményrendszere, és hogy ez az intézményrendszer bőven országos átlag fölötti szolgáltatási színvonalat tud biztosítani önöknek köszönhetően, szakembereknek köszönhetően ezekben az intézményekben, hanem azért is, mert ezen intézményrendszeren belül is van különlegesen nehéz hivatás és óriási felelősség, amit az adott intézményrendszerben dolgozók vállalnak. És aki csak egy kicsit jobban belegondol, hogy a szociális szektor az mikor és milyen módon és milyen, mondjuk úgy, hogy ügyekben, milyen emberi kapcsolatokban, milyen mondjuk egészségügyi állapotban, milyen életkorban találkozik az emberekkel, akkor könnyű belátni, hogy az ebben az intézmény struktúrában dolgozók azok milyen fontos, nagy-nagy felelősséggel járó, és egyben nagyon-nagyon nehéz munkát végeznek. Ez a munka sokszor nehéz fizikailag, de én úgy képzelem, úgymond kívülről, hogy talán a legnehezebb sok esetben lelkileg és szellemileg. Hiszen önök olyan emberi sorsokkal találkoznak, és az emberi sors, emberi történet éppen olyan szakaszában, ami nem biztos, hogy a legkönnyebbek közé tartozik egy ember életében. Mindegy, hogy most éppen nagyon picikről beszélgetünk, vagy kicsit régebb óta fiatalokról, teljesen mindegy, hogy egyébként az intézmény struktúra melyik részén, az már nem biztos, hogy mindegy, hogy melyik évszakban, gondolok itt most igazgatóra, és az ő általuk lévő következő néhány hétre, hónapra, de ez biztos, hogy nagyon-nagyon nehéz és lelkileg önöket megterhelő feladat. És óriási felelősség, amit biztos, hogy ritkábban és kevésbé ismerünk el, vagy ismer el a közösség, mint ahogy ahol önök megszolgáltak, és amit önök megérdemeltek. Ezért fontos számunkra minden évben ez az alkalom, hogy ezt a bizonyos bűvös szót elmondjuk önöknek, hogy köszönjük. A városvezetés díjazottja idén Vágvölgyi Éva volt, aki több mint két évtizede elkötelezetten dolgozik a fehérvári rászorulók érdekeinek érvényesítéséért. 2017 óta a Család és Gyermekjóléti Szolgálatban vezető családsegítő feladatot lát el, a kollégái munkáját segíti, támogatja. Mit csinál egészen pontosan egy családsegítő? Hát támogatja a családokat mindenben, amiben tudja. Ez azért elég sokrétű munka. Sok mindennel kell foglalkozunk. A várandós, válsághelyzetben lévő várandós kismamától kezdve a veszélyeztetett gyermekek családjával való foglalkozás, és nyilván ez az időseken keresztül mindenkivel gyakorlatilag foglalkozunk a munkánk során, és támogatjuk, segítjük őket élethelyzetük megoldásaiban. Milyen nehézségek tudnak előfordulni? Gondolom, szinte végtelen a sztori, de mik a leggyakoribbak? Hát például a szülőket kell támogatni nevelési problémák megoldásában, vagy pedig párkapcsolati gondok, vagy kapcsolattartási problémákban segítjük őket, vagy pedig egy nehéz élethelyzetben, például egy válás kapcsán felmerülő problémákban igyekszünk nekik segítséget nyújtani. Ez, hogy mik a leggyakoribb problémák, ez változott az utóbbi 20 év folyamán? A tapasztalatom az, hogy az elmúlt 20 év alatt egyre súlyosabb problémák adódnak, illetve összetettebbek, nem is feltétlenül súlyosabbak, összetettebbek, és nyilván más. Tehát még régen inkább az anyagi problémák voltak túlsúlyban, most azért nagyon sok a kapcsolattartási, válási procedúrával összekapcsolódó probléma. És ezen hogy tud segíteni a családsegítő? Nyilván a legjobb tanácsokkal igyekszik ellátni a szülőket ebben a nehéz helyzetben, illetve vannak olyan szolgáltatásaink, amivel meg tudjuk segíteni a hozzánk forduló családokat. Például pszichológusi segítséget tudunk nekik nyújtani, vagy családkonzultáción tudnak részt venni, illetve a mindennapi élethelyzetek megoldásában a kollégák tanácsot adnak a szülőknek. Mit tegyen az, akinek a családsegítőt illető problémái vannak?
felkeresse az intézményünket, a Székesfehérvári Család és Gyermekjóléti Központ szolgálat szakmélyegységének ügyfélfogadó irodáját. Ott önne felvesszük az adatokat, és majd pedig megtörténik egy családlátogatás, ahol elindul ez a probléma feltérképezés. Másik oldalról megközelítve, hogyha én családsegítő szeretnék lenni, akkor mi a teendő? Hát akkor szociális területen kell felsőfokú tanulmányokat folytatni, és akkor szeretettel várjuk. Ön hogy lett családsegítő? Milyen út vezetett idáig? Nekem az alapvégzettségem az egészségügyi szakközépiskolát végeztem, és utána egy kedves tanárom invitálására indultam el ezen a területen. Amikor végeztem, akkor utána besétáltam az akkori családsegítő központban, és az akkori intézményvezetővel felvettem a kapcsolatot, és így kerültem oda egy sikeres pályázat után. Lehetséges azt mérni, hogy mennyire sikeres egy családsegítő szervezet munkája? Ez egy nagyon nehéz kérdés, mert meg kell találni azokat az apró sikereket, amikor elismerik a munkánkat, és abból tudunk töltekezni. Például egy olyan visszajelzés, aki megköszöni azt, hogy milyen támogatást, milyen segítséget nyújtottunk neki, és ez felértékelődik, tehát ez óriási lesz. A mi szempontunkból ez adja a következő lökést vagy energiát a további munkához. Tehát akkor inkább szubjektív a dolog, nem annyira mérhető. Igen, inkább ez az elismerés, illetve a visszajelzések, amikor akár szóban, akár írásban kapunk olyan visszajelzést, hogy mennyire örülnek annak, hogy segítettünk. Cserpalkovics András elmondta, hogy hogyan kapta Vágvölgyi Éva a díjat. Hogy alulról jövő kezdeményezés volt az ő díjazása, tehát jelölést kapott, mondjuk úgy, az önkormányzaton kívülről, kollégáktól, olyan emberektől, akik az ő munkáját emberileg, szakmailag megismerték, és mi úgy éreztük, hogy érdemes ezt követni, és hogyha ennyien javasolják ezt nekünk, kérik ezt tőlünk, akkor egészen biztos, hogy csak jó döntést tudunk hozni akkor, hogyha neki ajánljuk ezt a díjat. A díjátadót követően ellátogattunk a családsegítő szolgálathoz, hogy civilben folytassuk a díjátadón megkezdett beszélgetést. Mi vezette ahhoz fiatal korában, hogy családsegítő legyen? Tehát mi a belső késztetés, a belső drive? Ez azért egy nagyon jó kérdés, mert egyébként nem is igazán gondolkodtam el rajta mostanáig. Megmondom őszintén, hogy valami olyan belső erő hajtott, amit nem is lehet talán megmagyarázni. Ugye az emberekkel való foglalkozás, az emberekkelhez való kapcsolódás, az mindig egy nagyon fontos momentuma volt az én pályaválasztásomnak is, hiszen egészségügyben végeztem az alapvégzettségemet, majd pedig ugye a szociális szférában kezdtem el dolgozni, és ott éreztem meg igazán, hogy ez az én pályám, amit szívesen és tiszta szívvel könnyedén csinálok. Felmerült az a kérdés is, hogy technikailag hogyan működik a családsegítés. Aztán a hivatás lelki mélységeibe is belemerültünk. Egy olyan információs bázissal, illetve olyan erőforrásokkal, jelzőrendszerrel rendelkezünk, hogy tudjuk, hogy hova lehet irányítani a megfelelő helyre azokat a problémával küzdő embereket, akiknek segítségre van szükségük, illetve van intézményen belül is olyan erőforrásunk, amit tudunk használni, amint említette a pszichológus, családkonzultáció, fejlesztő pedagógusunk is van például a gyerekeknek a tanulási nehézségekben, felzárkózásban segít, és mindenféle olyan civil szervezettel van élő kapcsolatunk, akik tudnak nekünk segíteni. Tehát nem csak élelmiszer adományozásban mondjuk, hanem esetleg nagyobb bútorok, tűzhely és bármi egyéb. Tehát nagyon-nagyon sokrétű ez a segítség, amihez hozzá tudjuk jutatni az ügyfeleket. Előfordul, hogy kiemelten nehéz sorsú emberekkel és tragikus helyzetben lévő emberekkel hozza önöket össze a sors? Igen, elég széles a tárház. Mindenféle problémával megkeresnek bennünket, ez így van. Milyen lelki alkat szükséges ahhoz, hogy az ember ezt, hát hogy is mondjam, elviselje? Mindenképpen kitartó. Mindenképpen problémakereső és a megoldási, lehetséges megoldási módokat kereső szakember és lelki beállítottság kell hozzá, illetve én azt gondolom, hogy egy önreflektív személyiség, aki
tudja azt, hogy mik a saját határai és korlátai, illetve azt is tudja, hogy mik az erőforrásai. Ezért lelkileg megterhelő tud lenni, gondolom. Igen, így van. Lelkileg megterhelő, de én személy szerint is azt látom, hogy a kollégák is igyekszünk megtalálni azokat az erőforrásokat, amelyből töltekezni tudunk. Nyilván ez lehet egy hobbi, egy olyan tevékenység, amit szívesen végez az ember, illetve azt meg mindenképpen szeretném kiemelni, hogy van egy nagyon jó csapat, akik egymásnak is tudnak segíteni, és az is nagyon-nagyon sokat számít, hogyha azt a problémát, azt nem egyedül kell az embernek a vállán vinnie, hanem van egy támogató légkör és csapat, akik segítenek ezeknek a problémáknak a feldolgozásában. Most a Pro Caritate díj méltatásában azt hallhattuk tegnap a díjátadón, hogy folyamatos szakmai kíváncsiságával, kreativitásával számtalan újítást hozott be a programba. Főleg az újításokra vagyok kíváncsi. Ez mit jelent? Milyen újítások jöttek létre az utóbbi években? Igazából arra igyekeztem, és igyekszem a továbbiakban is helyezni a hangsúlyt, hogy a csapat és az emberi erőforrásnak a maximális kihasználásával érjük el a szakmai munka legmagasabb szintjét. Tehát olyan személyiségfejlesztő és olyan mondjuk kommunikációs vagy probléma megoldó konfliktuskezelő technikákat igyekszünk bevonni a csapat fejlesztésébe, ami mindenképpen hatékony, azt gondolom. Tehát akkor, ha jól értem, akkor a mindennapi munka mellett egy folyamatos továbbképzésre is szükség van. Így van, igen, mindenképpen. Vannak nyilván szakmai továbbképzések, és igyekszünk lehetőséget biztosítani olyan továbbképzésekre, ami a kollégáknak mind az egyéni fejlődését, mind pedig a szakmai és a csapat fejlődését is előmozdítják, illetve elősegítik. Bulvár jellegű kérdésem van, nyilván nem kötelezőre válaszolni, de ha igen, akkor is név nélkül. Volt valami olyan eset az utóbbi egy-két évben, ami nagyon megrázta, és nagyon, nagyon megviselte a szívét, lelkét? Igen, volt. Ahhoz képest, hogy én már azért elég régóta dolgozom ezen a területen, és sok mindent láttam. Volt olyan gyerekekkel kapcsolatos bántalmazási eset, ami engem is nagyon megviselt, igen. És ezen hogy tudta túl tenni magát? Hát nyilván úgy, hogy megbeszéltem a kollégákkal, illetve hát el kell fogadni azt, hogy nem egyforma sorsúak a gyerekek, és a legmaximálisabban kell tudni megadni azt a segítséget nekik, amit csak tudunk a mi kereteinken és lehetőségeinken belül. Olykor elég egy napsugár, egy kedves szó, egy köszönés, egy simogatás, egy mosoly. Ilyen kevés dolog elég ahhoz, hogy boldoggá tegyük azokat, akik körülöttünk élnek. A Bruno Ferrero szalézi pedagógus gondolatát valló családsegítő, Vágvölgyi Éva követnivaló példaként jár munkatársai előtt. Ezért kapta ő a Pro Caritate díjat. Köszönjük szépen a figyelmet, és gratulálunk Vágvölgyi Évának a díjhoz.